Talán még ilyen egyetlen egyszer sem volt, hogy egy olyan terméket teszteltem és egy olyan gyártótól, aki kvázi a feltalálója annak az adott termék kategóriának, mert hogy előtte még nem volt ilyen vagy pont ilyen a piacon és a világon. Ez a gyártó pedig az Etymotic, akikről már én hallottam korábban, viszont egyetlen nem is hallottam egy terméket sem tőlük, csak ilyen mendemondákat, hogy így meg úgy meg amúgy szólnak. A lényeg az, hogy került hozzám 3 darab Etymotic. Az egyik az egy kicsivel drágább, ilyen 100 000 forint fölött van, azt hiszem, hogy az az R4-es, talán az egyik flagship modelljük. Viszont én a 2 alapabbikat, az R2-eset és az R3-asat hoztam el, mind a kettőnek XR van a végén, tehát R2 XR és R3 XR. Az érdekes viszont, hogy a kettő füles között túl nagy árbeli differencia nincsen, mert hogy a 2-es kerül nagyjából 61 000 forintba, a 3-as pedig 82-be. Annak függvényében egyébként változik az ár szor 2-vel, hogy akarjuk-e, hogy vezeték nélkül legyen az adott termék, mert hogy mondjuk az R3 XR, ahogy a dobozon is látni, kapásból egy Etymotion vezeték nélküli kis kiegészítővel jött, nem úgy, mint a másik, ami csak egy sima kábeles. De elmagyarázok mindent, hogy mik voltak a tapasztalataim, és hogy mik voltak a kis meglepetések számomra, és simán lehet, hogyha neked közép-felső kategóriás otthoni hifi rendszered van, de keresel egy olyan fülest, ami hasonlóképpen precíz, feltéve, hogy precíz rendszered van, viszont utazás közben is szeretnél egy hasonló karaktert, akkor lehetséges, hogy ez az, ami neked szimpatikus lesz. Az Etymoticot még 1983-ban alapították, és a fő fókuszpontja ennek a fejlesztő kutatócsapatnak inkább hallókészülékek gyártása és fejlesztése volt, ugye saját koncepció mentén, és tulajdonképpen 1984-re tehető az in-ear monitor fülhallgatóknak a feltalálása. Érdekes, hogy a legelső példájunkat még orvosi műszerek méréséhez használták, mint egyfajta referencia eszköz, és ugye pár év leforgása alatt kiderült, hogy ez nem csak hallássérülteknek, károsultaknak használható az a technológiai megoldás és koncepció, amit az Etymotic kitalált és kifejlesztett, hanem zenészeknek, majd innen jött egyenesen az út, hogy a zene szeretőknek és hallgatóknak is egy zseniális opció. Jó pár év leforgása alatt a 90-es években már volt több opció is az Etymotic kínálatában, amely a klasszikus Etymotic minőséget jelentette már akkor is, nyilván egy visszamenőleg hívható klasszikusnak akkor még annyira nem volt klasszikus, hanem bizarr, de egyébként, hogyha ránézünk a formájára, akkor még mindig egészen rendhagyó az, ahogy egy Etymotic fülhallgató kinéz a legtöbb átlagos füleséhez szemben. Az Etymotic különlegessége magán a múlton és presztízsen kívül az az, hogy milyen a viselete és formája. Ugye egészen hosszúkásnak mondható, a legtöbb fülhallgatónál szerintem egy kettőször, bizonyos esetben akár háromszor is hosszabbnak nevezhető. Mind a 2-es, mind a 3-as példány, és egyébként a 4-es is. Szerintem maga az alaphosszúsága az összesnek majdhogy nem ugyanolyannak nevezhető, de ennek a kettőnek, amiről most szó lesz, mindenképpen ugyanaz a háza. Szóval a viselet ennek egészen más, mint amilyen szerintem a legtöbbünk szokott, és kifejezetten mélyre kell dugni a halójáratunkba. Amikor már azt hiszed, hogy teljes mértékben benn van, akkor még tudsz rajta szerintem egy fél centit tolni. Szóval egészen furcsa érzés. Fülélesztéket azt gondosan ki kell választani, mert nekem ami gyárilag rajta volt mind a kettőn, az kvázi használhatatlan volt az esetemben. Egyrészt kényelmetlen volt, másik pedig, hogy nem szigetelte a halójáratomat egyáltalán, tehát a kül zajok teljes mértékben bejöttek, és mélyes sem igazán volt a fülesnek. Szóval a tartozék 4-3-4 darab illesztékből ki tudod választani azt, ami a legjobban illik hozzád. Nekem az áttetsző és 2 relés az, ami a legjobban működött, és ez 100%-osan szigetelte a külvilágot. Na most az érdekesség, hogy amikor ezt beilleszted, akkor kicsit olyan érzés, mintha a víz alá merülnél, és bedugulna a füled. És ez egyébként nyilván attól van, hogy egyfajta nyomás keletkezik, viszont a külvilág az olyan szinten megszűnik, mintha megsüketültem volna, vagy mondjuk tényleg víz alá nyomtam volna a fejemet egy ilyen méter mélyre, és semmit nem hallasz. Amit hallasz, az csak ilyen nagyon-nagyon tompán, vagy ami mondjuk a szemüregemen keresztül bemegy. A lényeg, hogy a fülkorongokra tényleg nagyon oda kell figyelni, sokkal jobban, mint az összes többi fülesnél, amit eddig tapasztaltam, mert itt a különbség tényleg fekete és fehér. Viszont, hogyha megtaláltad a neked valót, akkor az élmény az egészen egyedülállónak mondható. Mindkét fülhallgató, amiről most szó lesz, az modulárisan bővíthető, cserélhető, variálható, ami azt jelenti, hogy a szabvány MMCX moduláris csatlakozóval van ellátva mind a kettőnek a tokozása vagy töve, tehát magát a kábelt ezt le tudod csatolni mind a 2-esről, mind a 3-asról. Most az érdekesség, hogy én kaptam egy R3X-et, ami egy Etymotion Bluetooth adapterrel együtt van, arra van rászerelve maga a fülhallgató egység.
ezt le tudod pattintani, és rá tudod rakni az R2XR-hez tartozékban kapott kábelre, mert hogy maga a kábel egyébként teljes mértékben megegyezik, a csatlakozó is. Tehát, hogyha mondjuk te akarsz venni egy R2XR-t, de később nem kábelesen akarod használni, hanem vezeték nélkül, akkor tudsz hozzávenni egy vezeték nélküli modult, adaptert, teljes mértékben vezeték nélkül lesz, ugyanazon, vagy akár jobb minőség. Na és ez az egyik érdekes tapasztalatom, hogy maga az Etimotic-nek ez a vezeték nélküli Etimotion adapter, ez nem olcsó, ilyen 60 pár ezer forintba kerül, és a kettő együtt az R3XR ezzel a Bluetooth adapterrel, tehát ez egy vezeték nélküli fülhallgató csomag, az nagyjából ilyen 140-50 ezer forint környékén van, ami szerintem egészen extrémnek mondható, hogy első nálnézésre. Viszont az érdekesség, hogy az R2XR-t egy Topping MX3 erősítő társaságában, úgyhogy MacBookról megy a jel, agyonveri. És egyértelmű jobb minden szempontból. És én azt gondolom, hogy maga az R3XR-nek a kapacitása, mint maga fülhallgató, hogyha átrakom az R2XR-nek a kábelére, és ugyanazon toppingon meghallgatom, akkor a különbség nem olyan nagy. A tónusbéli differencia, vagy az enyhe karakter, vagy balansz aránya az megváltozik, mindjárt kitérek rá, hogy mire gondolok pontosan, viszont a differencia a topping és az Etimotion Bluetooth adapter között az brutális. És egészen elképesztő az, hogy vezeték nélkül egy ilyen aptX HD-s kapcsolattal milyen extra minőséget ki lehet hozni az adott fülhallgatóból. Szóval ez mindenképpen egy olyan tapasztalat, amivel érdemes foglalkozni, hogyha nem akarsz nagyon kábelezni, akkor valami aptX HD-s megoldást nyugodtan kereshetsz, pláne hogyha Tidalról streamelsz és a telefonod is tudja az aptX HD-t, akkor a minőség szerintem nem ezen a kapcsolaton fog múlni, mert olyan jellegű finomságok és részletek kijönnek, amit az itthoni hifi rendszeren, vagy stúdióban lévő hifi rendszeren sem igazán tapasztalok, főleg ezek a felső frekvenciás finomságos lecsengések azok, amik nagyon durvák ennél. De most a Bluetooth adaptert vegyük ki a képbe, és nézzük meg, hogy az R2 és az R3 közti differencia az pontosan miben is jelenik meg. Maga az R2 az egy dinamikus meghajtott kapott, míg az R3 pedig egy rezgőnyelveset. Ez a legnagyobb különbség a kettő között. Az érdekesség, hogy maga a karakter egyébként nagyon-nagyon hasonló, én azt gondolom, hogy 90-95%-ban megegyezik a kettő fülhallgató egymással. Hogyha önmagában csak az egyiket vagy másikat hallgatnád, vagy mondjuk egy hét elteltével, akkor szerintem meg sem tudnád mondani, hogy mi a különbség a kettő között. Viszont, hogyha fejfej mellett hallgatod, vagy egy napos differenciával, és nagyon jól emlékszel arra, hogy mi történt az egyik fülhallgatóval, és mi történt a másikkal, akkor össze tudod rakni a különbséget. Az R2-es én azt gondolom, hogy egy kicsit fiatalosabb hangolású, a dinamikus meghajtónak van egyfajta íze, ami abszolút előjön. Jóval mély erősebb, kicsivel dúsabb hangja van, és kerekebb alátámasztással. Maga az artikuláltság itt mélyekben nem annyira jó, mint az R3-nál. Az R3 sokkal feszesebb, kontrolláltabb és precízebb hangot ad, úgyhogy a kettő között én azt gondolom, hogy ez döntsön, hogyha ez szimpatikus neked, hogy mit szeretnél. Kicsivel több mennyiséged, de kevesebb kontrollal és artikulációval, vagy kicsit kevesebb mennyiségű mélyet, de feszességgel és részletekkel. Önmagában nézve egyébként az R2-esnek is a mélye zseniálisan szól, tehát ez sem a belépő kategória, hanem inkább a felsőbb kategória szerintem, de a Etimotic kategórián vagy világon belül azért van különbség. Közép és felső tartománynál jön egy nagyobb differencia, mert az R2-ben van egyfajta árnyékoltság, főleg az énekhangoknál, nem kap akkora szeparációt a tér. Értem az alatt azt, hogy bizonyos énekhangoknak van egy kicsit melegebb vagy mélyebb tónusa is, tehát kicsit vastagabban és öblösebben szól. Önmagában nézve megint csak azt mondom, hogy ez mindig egy precíziós termék és olyan, mint egy műszer lenne, viszont hogyha az R3-asod utána bekötöd és meghallgatod ugyanazon jelenteket, mozzanatokat a zenében, akkor érzed azt, hogy jóval sterilebb, jóval letisztultabb és jóval precízebb hangot kapsz. Az R3XR az, ami toppingon keresztül csak egy kicsit, de a Bluetooth adapterével együtt annyira brutálisan kinyílt a felső frekvencia tartomány, és a hangszereknek adott egy kis természetes élet és rezonancia mennyiséget így a zene tetejére, ami az R2-nél kábelesen toppingon keresztül nem annyira markásan jelent meg. Tehát rákerült egy kicsike árnyék a teljes hangképre. Az R3 a Bluetooth adapterrel meg annyira durván mélyre visz a zenébe, hogy nem feltételeztem, hogy pont egy Bluetooth-os terméknél fogom ezt tapasztalni. Az Etimotic hangzásvilága és karaktere az kifejezetten mérnökének, sterilnek és precíznek mondható. Ez egyfajta műszer, én szerintem. Hogyha én elmennék abba a világba, hogy nagyon sok felhallgató erősítőt és DAC-ot tesztelnék, és ez kell nekem egy felhallgató fülhallgató, ami fix társ, és mindvégig ott van velem, hogy rámutasson a különbségekre, akkor az eddigi tapasztalataim alapján én azt gondolom, hogy árérték arányban az Etimotic-nek az R3-asa az, ami a legközelebb áll ahhoz, amit én keresek, amikor egy ilyen jellegű termék kell nekem.
az a szintű aprólékosság és feltáró stílus, ami itt van, azt egyébként még az Ájba Szólam 05-nél sem kaptam meg, mert szerintem az ugye talán 150 ezer forintba kerül, plusz ugye kell az egy felgató erősítő. Azt gondolom, hogy ez egy kicsivel zenei volt, tehát egy kicsivel több élet volt a hangban, mindamellett, hogy azért ott is megvoltak ezek a kis feszességek és homogén dolgok. Viszont ez nem homogén. Ez azt gondolom, hogy kifejezetten neutrális és kegyetlenül őszinte. Hogyha a felgató erősítő dak, kábel vagy bármi a rendszerben, vagy akár maga a zene rossz minőségű, van benne egy hiba, azt full, 100%-osan kihallod a zenében. És ez az élmény, ami szerintem, vagy számomra az Etymotic volt itt az elmúlt egy-másfél hét során. Hogyha 80 ezer forint környék egy kicsit necces számodra, akkor az R2 XR az, amit javaslok. Ahhoz is érdemes venni szerintem egy alap ilyen iBasso 20-30 ezer forintos felgató erősítőt, mert a telefonról ezek azért nem igazán hajthatóak. Laptopról már sokkal jobb egyébként a helyzet, viszont a telefonomnak a gyári felgató kimenete az elhasol egy ilyen jellegű terméknél, úgyhogy arra egy pici extrát kell áldozni, viszont az R2 kicsivel könnyebben hallgatható karakterén szerintem, az R3 pedig elmegy abba az irányba, ahol bezumol mindent és egyfajta orvosi eszközként mindent megmutat neked a zenében, de ebben van egyfajta szórakoztató hangulat is, amit én egyébként nagyon szeretek. A leírásban megtalálod mind a két terméknek a linkjét, egy kuponkódot is, és egy-két hírt és újdonságot, vagy cikket, ami a weboldalon mostanság volt, és esetleg nem láthattad, hogy azokat nézd végig, hogy hát találsz valami olyasmit, ami téged érdekel.